Ez a gyerekek, beköszönő sör, készüljetek! Jó reggelt, Vietnám, üdv a csatornán! Képen jelentkezik a következő csodálatos Farming Simulator 19, 1 milliárd euró kihívásos gameplay sorozat következő részével! Sikerült kimondanom, és gameplayen kívül csináltam dolgokat, nem nagy dologra kell gondolni, csak behordtam ugye azokat a raklapokat, amik itt kint voltak, és rendet raktam a géppark között. Ezt is megmutattam, mennyi történt, hogy sorba raktam a gépeket, hogy ne legyen a nagy kagyfasz, mert az általában nem tetszik nektek. De igazából igazatok van, meg tudom, hogy már Steriborra is kellene költenem, már lassan 60. résznél vagyunk, és még mindig nem költöttem Steriborra. Na, de, jó, nyugodj. Nyugodjál meg, Keeper, barátom. Vidd ki a vetőt, én abban látom. A dolgok nyitját, ha kirovetsz. Üzemanyag tankjába lesz egy kis... gázolajat. Na, ki van üzülve a gázolaj, gyerekek? Ne vicceljetek vele. Nagyon gyorsan kikerül vinni a kirovetszet. Jaj, meg akkor el kellene kezdeni vetni, mert egy csomó dolga van a Keepernek. Ma, hogy utána minden rendben legyen, na. Majd meg kellene tölteni ezt a járművet egyébként, és egyébként egy csomó mindent fogunk már csinálni megint már a Keeper, és eszközt is fogunk venni, ígérem nektek, esküszöm a... Volt egy roma származású haverom, meg van is, aki igazából így soha nem szokta, így, ne, egyszerűen nem fogta fel semmiképpen rosszul, hogy ő roma, meg nem tudom miért. Nem voltak ilyen identitás zavarjai, tudta magáról, és mindig egyébként mindig szoktam mondani Sanyinak, amikor így közeledik, de azt mondom, szerintem már is meséltem nem egyszer. Kiabálni szokta, hogy fog meg cigány, fog meg. Saját magára értve, értitek? Úgyhogy nagyon jó kis, egyébként tök jó fej gyerek, és ő szokta mondani, hogy ha vakuljál meg, ha hazudok. Nem ám az, hogy vakuljak meg. Ha vakuljál meg, ha hazudok. Tudom, köszi, derék, szuper. Jó sikerült a projekt. Várjátok gyerekek, kicsit összegszerettebben kellene dolgozni, már így nem ez belőlük lószar se. Meg az időt el kellene indítani végre mával, egy sorskártya, kipen nem zavarja meg semmi. Tudunk termelni egy csomó mindent. Jaj, de jó. Jaj, de finom, lesz ugye hurka, az asztalon. Ez mindig ez jut eszembe róla, ez valami régi technőszám, azt hiszem, hogy a diszkótornám, albumról, komolyan mondom, ilyenekre emlékszünk. Na, gyerekek, úgy látom, hogy a kirovetsz is nem van teljesen kotkodálva. Nézzétek meg az üzemanyag kijelző műszer, az majdnem ki van feszülve teljesen, vagyis az a baj nem kifeszülve van, hanem ki van, bár majdnem a szegénység jelző világát. De úgy gondolom, hogy ezt a kirobecet is mindjárt be fogom vinni a jármű színbe, és meg fogjuk tankolni üzemanyaggal. De egyelőre most keresztbe húzzuk itt a számításokat. Bocsánat, hogy ennyire fel vagyok pörögben, de mindig akkora örömmel kezdek neki ennek a Farming Simulatornak, hogy ezt nem tudjátok elképzelni. Igen. Jaj, csodálatos dolgok fognak ma is történni. Figyeljetek, az a szituáció, hogy annyit fog csinálni a képből, hogyha ezzel kiérek ide, teljesen újra terveződött a dolog. Gyerekek, mindig azt mondom, a logisztikára nagyon kell figyelni, és igazából a Keeper most a logisztikára nagyon figyel. De most komolyan, ez nem kicsi, nem csak úgy mondom, hanem meg fogjátok látni. Egyébként azt arra döntésre jutottam, hogy szerintem ennyi TikTok elég lesz, az a mennyiségű tápanyag, amennyi be van termelve, ugye van belőlük nekik bőven, meg van egy 6000-es pótom, ami nyakig van búzával, úgyhogy egyelőre most a Keeper azt tervezi, hogy egy kis szaujababot fog vetni. Azért szaujababot, mert az ugye jó drága, meg nem olyan nagy hozamú, tehát ugye eléggé gyorsan el tudom hordani magamat. Csak vicceltem, nem hordom el magamat. Na, figyeljetek, azt menjen neki, csapjad neki, testvérem, az urma. Remélem, hogy a szélességet azt jól belőtte a Keeper, nagyon csodálatos módon. Egyébként figyelni kell rá, mert csúnya dolgokat csinálnak itt a munkások, úgyhogy a másik kirovetszer, neki támasztottam, mint a camping biciklit, a kirovetszet a kriptonit tráblának, meg kellene tankolni, és ki kellene hozni még egy vatőgépet. Ó, azt meg pont a másik oldalról. Ó, jaj, moré.
Hát szívrohamot kapok, azt jobb fülemre vigyel, de. És nem, de innen tankolja, jó vagy, oké. Tankolja. Egyébként fogunk olyan objektet rakni, mindenképpen kutat akarok. Bőzinkutat, üzemanyag töltőállomást, nem bőzinkutat, ne legyél hülye. Várj, a másikban nincsen több. Várjál, álljál meg, valamit csinál a más dolgozó. Megállt. Gyerekek, ezt egyébként nagyon-nagyon előszeretettel szeretem, vagy nem tudom, hogy lehet ezt mondani, hogy megáll a csávó. A főt közepén úgy gondolja, hogy ő neki elég volt, feladja a harcot, tovább nem küzd, alszik egyet a kabinba inkább, jól teszi mondjuk. Nem hülye a csávó, de kipar jobban örülne neki, hogyha nem ez történne itten, hanem így végig menne a földön, nem? Így elvárható lenne, de ő úgy gondolja, hogy inkább egy jó kis szúnyókálás a kabinba biztos, hogy jobban megdobná a hangulatát, mint hogy itt a ilyen a piszlicsári ügyekkel kell foglalkozni, mint vetés, ugye? Hát minek is? Minek is? Talán abban az irányban már jobban szeret, lehet, hogy sütött a nap a szemibe, nem tudjuk elképzelni, hogy mi történhetett vele, de ez volt. Na, Kirov egyszer meg arra gondoltam, hogy akkor hoppá, ez kikapcsolt, mert olyan rohadt messze volt. Arra gondolt a Kiefer, jaj, mindjárt ki kellene vinni egy hamster, meg marhára útban van. Ki kellene vinni még egy vetőt, abban gondolkodott a Kiefer. Jó, ez visszafele, úgy látom, hogy jó, hát fölöki mindjárt a hamstert, lehet, nem? Na. Jaj, de nem hajlik a derekad neked meg, te gép. Csak megáll, nem? Vagy mit tudom én? Jó, hát figyeljék, az történik, ami történik. Jó, meglátjuk, hogy megáll-e a folyamatban, ott az a... Megáll? Ez is megállt, jó. Oké, ott nyugodjon meg, mindjárt megyünk, mindjárt segítünk rajta, nem kell kapkodni annyira, mert úgyis jönni fog a pénz, mint az atom erőmű. Na! Azt mondja, hogy át kéne állni, ezt is szólja babra, mert a képer elfelejti. Azt akkor, hogy meg lesz lincselve, csúnya dolgokat, mondjátok neki, hogy jaj, de buta voltál, Kiefer. Jó, egyébként tudom, egy kicsit bókás a hangulatom máma, de nagyon élem ezt a sorozatot, azért van ám gyerekek, azért van ám. Egyébként mindenben megoszlanak a vélemények. A komment szekciót állandóan olvasom, mindig írom, hogy kérem, hogy írjatok véleményt, azt annyira megoszlanak a vélemények, hogy egyszerűen nem lehet mindenkinek a kedvére tenni. Arra már tök rágyűjtem, például mindjárt mondok egy jó példát rá, egy Epic Store-os jó példa, Epic Store-os, hát nekem Epic-en van egyébként a Farming Simulator 12 ingyenben volt, azt hiszem. Volt, amikor ingyen volt a Farming Simulator, képzeljétek el. Azt megvettem! Jaj. Izé szoktam mondani, van egy haver, az azt szoktam mondani, hogy megkér valamire, hogy segíts neki. Utána szoktam mondani, jó van, köszönöm szépen, ha lesz pénzed, majd ugye egy sört. Így ilyen, így megbíz vele. Lesz pénzed, érted. Na, jó, oké, nem hülyéskedek, azon gondolkodok, hogy milyen járművel kellene kivenni. Az az igazság, hogy ez a T-150K az annyira nem akarta a jót. Megnézzük ezt a rábasteget, mennyire húzza azt a hamstert. Jó, gyerekek? Hát, hogyha jó lesz nekünk ez. Közben ugye megy a vetés, mint az őrület. Még megindítjuk visszafele a peraskiravecet, meg közben körlere szedni a szóbárt, mert az lesz a problémánk itt a szómaszöréssel, hogy nagy bajok lesznek így gyerekek, vagy jó. Ez mennyibe húzza? Egyébként az egész jó húzta. Mármint, hogy a érdekes módon, hogy a T-150K, na, mint hogyha jól emlékszem, hogy gyorsabban húzta, várjál, de so, álljál meg, nem. Majd a Kiefer itten intézi a dolgokat. Ne fáradsz magad azzal, hogy gondolkodsz, vagy valami ilyesmi. Elviszem a túloldal, azt ott megindítsuk, jó? Ott meg, ja, igen, várjál, majd baj van. Mert ugye ott meg mindig megáll a gép. A piros Kirovec az megint úgy gondolta, kidobta a sebességet, minek tegyen be újra. Inkább ez is szúnyókál egyet, mert az nekünk olyan nagyon jó. Semmi baj egyébként, nincs semmi baj. Jó, gyerekek, igen, megszavaztátok, hogy nyugodtan eltüntethetem az objekteket, amik itt zavarják a Kiefert. Úgyhogy el fogom tüntetni. Írtatok ilyen különböző árakat, valaki írta, hogy nyugodtan ingyen tüntesd el a te földeden lévő dolgokat. Valaki írta, hogy ki lett volna más, mint Kolompár Démon Hill, írta, hogy 1 milliárd euróért eltüntetheted, köszönöm szépen, bíztam benned, számítottam rád, igen. De egyébként ilyen 1000
ingyen, meg 5000, körülbelül ilyen pénzekbe gondolkodtatok, és azért én meg arra gondoltam, hogy akkor már legyen annyi, hogy 2500, jó? És akkor így szerintem mindenkinek így a barát ilyen jó lesz, ezt meg vissza kellene fordítani, mert itt mindig egyébként legelőször úgy gondolja a csávó, hogy ő itten befejezte a munkát. Igen, érdekes dolgokat csinálnak ezek a munkások. Jó, de várjátok, nem akarom itt elbóckodni, nehogy azt higgyétek, de olyan jó kedvel dinom-dánomba csinálja a keeper a dolgokat. Talán innen már minden slottul fog működni, ugye? Reméljük. Ezt elindítjuk, összekapjuk a hamsterrel itt a cuccot, főleg ezen az oldalon állunk neki, mert itt azért eléggé közel helyezkednek el a vetendő sorok, vagyis a vetése. Na jó, egy B, egy V, aztán nézzük meg, mit tudunk csinálni, mennyibe tudjuk húzni. Egyébként az úgy emlékszem, hogy egész jó húzta. Várja, mi van már? Miért nem? Ja, miért? Ja, mert le volt engedve már. Ó, de hülye vagy, keeper. Le volt már engedve, aztán most már még egyszer nem nagyon akart leengedni. Semmi probléma, mert megyünk is. Jó, igen, a kirovec az valószínűleg mint az őrült fog gyűnni, úgyhogy a rámos tengerrel kicsit beállőzünk neki. Na gyerekek, akkor közben, hogy annyit fogunk csinálni majd, hogyha odaérünk nagyjából a kövek magasságába, vagyis hogyha összeszedtünk annyi szénát vagy szalmát, hogy odaérünk, addig valószínűleg mit csinált már megint? Hallod, már megint megállt a csávó. Komolyan mondom, megőrülök, hallod gyerekek, megőrülök! És miért nem gondoltad úgy, hogy visszafordulsz, barátom az úrba? Azért vannak itt ilyen vadító dolgok, nem gyerekek? Vannak. Na, menjél vissza, inkább rálapolással, oké. Okay. Jó, csapjad neki, köszönöm szépen, doktor úr, hogy csinálod a dolgokat. Itt meg, mi történik? Ó, jó. Oké. Okay. Szerintem ezt belerázódnak ám a fiúk. Még lehet, hogy korán van, vagy későn, vagy nem tudom. 18 óra 20 van itt az órába. Ja, gyerekek, figyeljetek, az a szituáció, hogy arra gondoltam, hogy el fogunk költözni. Igen, el fogunk költözni innen, gyerekek. Úgy gondolja a keeper. Úristen, már ilyenkor el tudom képzelni az arcotokat. Mit beszélsz, hülye? Ne csináld! De figyeljetek, ezt szeretném kifejteni. Lehet, hogy már beszéltem róla, meg igazából, hogy igen, pedzegettem már. De így folyamatosan így for ki bennem a dolog, hogy fog ez felépülni, ez az egész sorozat, meg hogy igazából rájöttem, hogy gyakorlatilag egy TS-telepel mi nem megyünk semmire. Úgyhogy legalább még egy helyen kell egy TS-telepet létrehoznunk. A közeljövőbeni tervek azok, hogy ugye felhúzzuk a 10 csirkeollat, utána megcsinálunk egy olyan minőségi gépfejlesztést, hogy gyakorlatilag a legés legnagyobb kombájnok 2 darab, a legés legnagyobb vetők 2 darab, és a legés legnagyobb traktorok, amik ezeket a vetőket tudják hatékonyan működtetni, 2 darab. Ezek fogják ellátni itt, ezen a földön a munkát. És ami gyakorlatilag az lesz, hogy ezen a földön meg fogjuk termelni a tyúkoknak az elemózsiáját, plusz ugye, amivel búzát fogunk rajta mívelni, meg árpát, azért a szalmát is itt meg tudjuk termelni. Szóval konkrétan ennyi gépegységgel meg is tudjuk valósítani a csodálatos terveinket. Látom, most már dolgoznak szépen a munkások, jó van. 2 kombány, 2 barom nagy traktor, 2 vető, meg természetesen ugye kell a műtrágyázó, meg kell a gyomírtós, de hogyha már, de várjátok, műtrágyázó az ugrik, mivel ugye lesz szelves trágyán, mivel a marhák fogják termelni a szelves trágyát. Oké, okay. Szóval egy géppel így meg is fogjuk tudni oldani. Azután, srácok, meg kell csinálni, meg igazából közben meg kell csinálni, ugye, meg kell venni ott azt a földterületet, ami ott a TS telep mellett van, a mi TS telepünkkel szembe gyakorlatilag, azt a 4-et összeszánva, és ott ugye el kell kezdenünk szénát és kukoricát, szénát ugye széna formájába, a kukoricát meg ugye a siló formájába, vagy a bunker silóba betakolva elkezdeni termelni, hogy majd az állatoknak legyen szépen mit ennie. És ugye ott is gyakorlatilag egy-két géppel ez kivitelezhető, mivel a vető az ugye át tudod menni. Gyakorlatilag itt ezen a részen nem túl sok gép fog elhelyezkedni,
És azok is valószínűleg, hogy akkor az állattartási telep, vagy pedig valahol itt fognak egy ilyen telephelyen lenni, és el fogunk utána költözni máshova. Gyerekek, már fölfele nem indulok meg, mert gyakorlatilag 99%, menjünk ki, és közben majd mondom, hogy mi a szituáció, jó gyerekek? És utána mi elköltözünk, mivel ez gyakorlatilag akkor ez a hatalmas föld, meg ott itt mindjárt rá fogunk látni, azok el fogják látni az állatokat, mi meg odébb állunk, még egy nagy telepet, legalább egy ekkora telepet létre fogunk hozni valahúr, ami ugye ott a leginkább, én arra gondolok, hogy ott a nagy földeknek a csomó pontjában, tudjátok, ami arra fele van, kb. Arra, amerre nézek, arra fele van. Na ezeken a földeken lesz a kukorica, a bunkersilóba ugye a szecska, meg ugye a széna, meg beszerzése. Beszerzése valójában? Mi gyerekek, itt fel tud ez menni? Csodálatos egyébként. A betonon nem csúszik meg a kerék. Micsoda csoda dolog ez, mi? Na, menjünk. Egyébként úgy hiszem, hogy ez a kettő darab vető ezt a munkát most ugye ellátja. Később le fogjuk cserélni nagyobbra. Egyébként a nagy eszközöknek ugye nem csak az az előnye, hogy nagyobb munkaszélességed van, hanem gyakorlatilag kevesebbet fordulsz a föld szélén. Ja, azért mertem ugye most szóját vetni, mert látjátok, igazából 5 darab ólom van, meg itt még van vagy 60 ezernyi cuccunk. Jó, csinálják csak okosba. Gyorsan, nem tudom mennyi, várjátok, meg kéne nézni a bunkersilóba, mennyi az annyi. Jó, meg is tellett. 497 ezerünk van, a többit el fogja adni a keeper, most ez lehet, hogy így meglepett. De egyelőre nem akarok többet betermelni, ugye egyelőre úgyis a tyúkok feltolása lesz, utána a gépfejlesztés, utána jönnek a marhák. És akkor itt, utána fogjuk itt hagyni ezt a szekciót. Viszont igen, most több szalmára nincs szükségünk, úgyis még lesz addig 10 aratásnyi, majd lesz szénapadlásunk, abba fogjuk el, csak egyelőre helyezzük el, úgyis a 10 darab tyúkol, fullon, rendes termeléssel, jó, utána a nagy gépek, az még nem lesz, nem 2 percig fog tartani. Egyébként, hogy ez 25-tel megy, ez egy őrület egyébként, ez a gép gyerekek. De tudom, oké, hát ennyivel megy el álmos reggel, hát mit tehetünk, ugye? Na, és azt akartam mondani, hogy ugye eléggé megoszlanak a vélemények nagyon sok kérdésben, és nagyon nehéz eltalálni, hogy mindenkinek a szájéze szerint történjen ez a sorozat. Most ezt mondok rá egy példát, várjátok, ez nincs nagyon távol egymást, ezt nem fogja tudni összeszedni. Aha, jó, akkor így megyünk. A csirkéket, ugye megvettük az ólakba a csirkéket, és nagyon sokak mondták, hogy tök jó, hogy csak 400-at vettem bele, mert ugye föl fog menni az majd 500-ra. De volt egy olyan réteg, aki például ezt nehezményezte, mert ugye nem termel egyszerre tojást. Hanem ugye meg nem olyan nagy lesz a termelékenység, mivel egy darabig csak 400 csirke van benne. És igazából mind a két csoportnak igaza van. És ilyenkor a legnehezebb dönteni, hogy most mit csinálják, hogy most tényleg rakjak bele 500 tyúkot, vagy pedig akkor már várjam meg, hogy feltelik. Mert igazából mind a két csapatnak igaza van. És ki lehetne nagyon pontosan matekolni, ugye, hogy mondjuk hogyha teleraknám, akkor 500 tyúk lenne, és akkor megnézni, hogy mennyi hozam van, és akkor ki lehetne számolni, hogy igen, érdemesebb volt, mert a hozam, amit tojnak, az többe kerül, mint amit a csirkéket vettem volna. Érted? Itt ki lehetne egy matekolni, azt lenne egy eredmény, és akkor el lehetne dönteni, mert matek. De akkor aznak nehéz lenne megoldani, meg minden, érted? És akkor inkább, nem tudom, ilyenben például nagyon nehéz dönteni. A másik dolog az esztétika. Az esztétikát nagyon sokszor emlegetitek, hogy mert nem, tehát csúnya lett az épület, ugye mondtam, hogy az még változni fog, akkor ugye erre meg az lett a válasz, hogy de hát akkor meg annyi pénzből miért nem vettem meg a TS telepet, az 1 millióba kerül, ugye ne, ez megint olyan, hogy ez egy szubjektív dolog, ezen még számolni sincs mit, és ez tényleg csak annyit tudsz csinálni, hogy rábízod magadra a döntés. Szóval mindenkinek nem lehet megfelelni, úgyhogy véletlenül nem tetszik valami, amit éppen én használok gépet, vagy pedig csinálok, az lehet, hogy a másik
vele embernek meg tetszik, és ez így nehéz. És ne egyből arc gondolt, hogy jaj, most így lázadunk, meg így nyugodtan írd meg a véleményed, de néhány komment már olyan hang nem ütött meg, amit nem azt mondom, hogy sértő volt, meg nem, igazából én nekem nagyon nehéz megsérteni, nagyon régóta videózok, meg nagyon sok rossz kommentet, tehát kaptam is, mármint nagyon sok rossz indulatú kommentet is, elnevettem, meg el is nevetek rajtuk, hanem inkább úgy mondom, hogy ez egy játék, szerintem ezt nem kell úgy, olyan szinten ezen vitatkozni, vitatkozni lehet, de viszont veszekedni, meg személyeskedni, meg ilyen átmenni egy ilyen másik őrületbe, hogy tényleg így azért, mert mit tudom én, valami nem tetszik, akkor így teljesen így kifordulni önmagunkból, azt szerintem az nem járja, mert az semmi értelme nincs. Főleg egy olyan objektív dologban, hogy melyik gép tetszik kinek, meg mi tetszik kinek, értitek, hogy mire gondolok. Szerintem egyszerűen nem is lehet értelme, mert lehet, hogy pont ami neked nem tetszik, és fel vagy háborodva, az a másiknak meg tetszik, és akkor most hogyan lehetne? Értitek? Úgyhogy ezt próbálom én csinálni, ahogy gondolom, aztán tudom, hogy valakinek nem fog annyira tetszeni, valakinek meg inkább jobban, de nem, szerintem ezt így le is akarom zárni, és nem akarok én magyarázkodni emiatt, mert szerintem egy nagy butaság lenne emiatt magyarázkodni, hát ez egy megoldhatatlan probléma lenne, értitek, hogy mindenkinek megfelelni, és valahol, és nem is egyszerűen nem lehet fizikai képtelenség, mert nem tetszhetne mindenkinek ugyanaz, meg nem is érdemes szerintem erre így szót szaporítani, én mindig a véleményeket inkább úgy szeretném, hogy jöjjenek, hogy legyenek vélemények természetes, és legyenek ötletek, és abból építkezünk, abból fölfele haladunk. Értitek, hogy azt akkor egymásra rakjuk, valakitől jön egy ötlet, hogy ide néz, itt egy jó mód, például ahogy kaptam tök jó módokat, ugye a raklapokat, akkor kaptam a, most nem is tudom miket, az object eltüntető modokat, vagy épp egy vetőt, vagy egy akármit, és akkor valaki mond valami ötletet, hogy te, jó lenne, hogyha így csinálnád, és akkor így összerakjuk együtt, és akkor akkor mindenki így részese ennek az egész folyamatnak, és ez szerintem tök jó. Jó, ez meg megtelett baza. És ezt el kellene vinni egyébként. Csak az a nagy problémám ezzel, nem tudom, hogy ez mi a szarral vigye, mert ezzel elviszem, hogy megbolondulunk, de igazából mindegy, mert ugye a vetők azok mehetnek. Várjál már, ha egyszer itt vagyok, ezeket hadd tüntessem el, és akkor 2500-ban szerintem tök kiegyezhetnénk. Itt van egy ilyen object, ugye A-val eltüntetem. Nézzétek, nem csalok. Ezt nem tüntetem el, és itt volt egy object, amelyiket úgy gondoltam, hogy el akarom tüntetni, mert ez a kettő lehet, hogy zavaró. Hát itt ez a fal szerintem nem zavaró, szerintem tökéletes. Jó gyerekek, akkor vigyük el a... És ja, levonom magamtól még mielőtt azt mondjátok, hogy nem. A mínusz, ugye most akkor mínusz 5000. Jó. És akkor ilyen objekteket eltüntethetek, amik ilyen mondjuk úgy zavarják a játékmenetet, és a saját mapomon vannak. Bandika egyébként tök jól megfogalmazta, mondjuk ő azt mondta, hogy ingyen, de ingyen nem akarom, hogy az olyan tereptárgyakat, amik a te területeden vannak, tehát ami szervesen megvettem azt a területet, azokat eltüntethetem, viszont az olyanokat ne tüntessem el, amik milyen útjelzőtáblák, vagy éppen a területen olyan dolgok, amik a mapon olyan dolgok, amik hozzá tartoznak a mapnak, így az identitásához. Igen, amit megvettem, hát azon miért ne tüntethetném el a követ, mert igazából ugye valóságban is el lehet, annyi, hogy levonok érte egy kis pénzt, reálisan annyit, mint amennyivel ugye került volna, 2500 euró, az nem is tudom mennyi, az 25.000, 250.000, 250.000-szer, az 1 millió euróba került, hogy én azt eltüntettem, darabja, vagy nem, vagy 5000-be került a két kő, az 50.000, 500.000, igen. Darabja 1 millióba került azoknak a köveknek az eltüntetésébe, vagy forintba átszámoljuk, szóval ez nem olyan kevés. Egyébként nem véletlenül nem nézem meg most a szalma árakat, mert annyira nem érdekel. Azért visszük el a szalmát, mert gyakorlatilag ez ilyen talált pénz. Ugye 500.000-et betermeltünk, egyelőre többet nem termelünk be, leönteni nem akarom a mapra. Tök lesz még időnk, amíg meg a marhák elindulnak, addig még van időnk. És ugye egyszerre úgyse mit tudom én, sok ezer marha lesz, hanem kicsinként fogjuk kezdeni. Na, így jó, és akkor én szerintem ezt az ilyen
remélem, hogy értitek, hogy az ötletek nagyon-nagyon szívesen, a vélemények jöhetnek, de ne legyen az, hogy ilyen nagyon véres szájúan így próbáljuk, mert nem is tudom, volt egy olyan például, hogy olyan rossz, hogy addig volt jó, amíg modolt gépek, vagy retro gépekkel játszottál, és nem is tudom, hogy mi az, ami nem modolt, vagy mi az, ami nem retro. Azon gondolkodok, van olyan, hogy nem, ami nem retro? De szerintem nincs is olyan, ami nem retro. És már most ilyen, nem tudom, ilyen mérges fejjel írta valaki. Tehát ez egy 1 milliárd euró kihívás. Ez egy ilyen epic nehéz dolog. Hát ez 100 részen keresztül fogjuk csinálni a gyakorlatilag, vagy még tovább, hogyha tudjuk ezekkel a retro gépekkel, de ami van szinte már akkora, mint egy komplett sorozat. És akkor most később meg hát fogunk térni egy precíziós mezőgazdaságra, érted? Na várjátok, egyébként gondolkoztam valamit. Jó, most nem gondolkozunk semmi, mert még befejezzük a vetést. Ez mit csinál? Jó csinál? Mindenki? Látom, jó. Egyébként jó, hogy kivettem azt a követ. Látod, ebben gondolkoztam, mert ez lehet, hogy a szélesebb eszközök itt elakadnának. Jó, úgy látom, ez a kettő vető szépen dolgozik. Mit akartam még kihozni ebből a mondandóból? Igen, és úgy gondolom, hogy kettő darab eszköz, a legszélesebb kettő vető, kettő combine, az tökéletesen be fogja tölteni itt a szerepét. Szóval nem nagyon kell több ezeken a földeken, én úgy gondolom. Jó, szuper jó, haladunk gyerekek, van 105 ezer pénzünk. Egyébként még egy tyúkolat rakhatnék, de egyelőre nem, megvárjuk a tyúkolat. Nem, mondjuk lehet, hogy a tyúkolat. Figyeljetek, tyúkolat akkor kéne leraknom, mielőtt ugye időt pörgetünk. Időpörgetés meg a vetés után instant fog jönni, ha belegondolsz, mivel ugye instant fog utána jönni, mivel ugye egy növekedési stádiumot kell legalább pörgetnünk azért, hogy Ja. Azért, hogy ugye tudjunk trágyázni, meg tudjunk permetezni. Szóval egy kicsit érdekes. Egyébként érdekes, hogy ennek a... De, van neki izény. Azt hittem, nincs neki nyoma. Steigertnek, de van neki nyoma. Hát ezzel nem igen kell ugratni. Mi ez? Milyen? Nem? Milyen? Ez nem a leggyorsabb. Hát igen, de milyen jó lapul a bumia, tök jó. Szuper jó gyerekek! Egyébként bőven elég kettő. Jó, csak azt nézem, hogy nehogy véletlenül a szalmámat összekapják, bekultiválják. Mert azért az jó, hogyha van. A második adagot el sem viszem, mert minek. Jó, pont jókor jöttünk. A második adagot el sem viszem, mert minek. Azt ugye behagyhatom szépen a hamsterbe, aztán majd amikor... Igazából most már annyira ilyen nagyon brutálisan, gyorsan nekünk nem kell pénzt termelnünk. Teljesen jól működünk így is. Ott van egy kő még egyébként, de azt ha jól emlékszem, az elég, igen, az elég mélyen van. Az ott a vadászlásán túl van. Na gyerekek, mennyi idő ment el? Elég jól haladunk. Hát én úgy gondoltam, hogy mai nap azért az ideig el kellene jutnunk az aratásig. Igen, és hogyha megvan a tisztjukol, ugye akkor eléggé gyorsan be fog indulni a pénzkeresés. Most ugye hát kicsit le van lassulva. Főleg úgy, hogy ugye dolgoznunk kell a földeken, hát az nem nagyon megy a nélkül. Na most arra vagyok kíváncsi, hogy az fordul. Az fordul, és szerintem jól fog fordulni, gyerekek. Hát látok, a kő eltűnt, és már is nincsen semmi probléma. És tök jókor értünk vissza, mert pont beelőztük ezt a kilovecet, hogy beszántsam szalmánkat, úgyhogy minden úgy látszik, hogy egész flottul működik. Tök jó, amikor, nagyon élvezem, amikor így tök gyorsan. Pont izé írt rám, hamutartó, hogy tök durva látni, hogy mennyire élvezem azt a játékot. És tényleg nagyon élvezem. Tök jó, hogy van egy olyan extrém cél, ami extrém kihívást is nyújt, ugye? Jó, haladunk. Valaki ír, nem is tudom, ja, valaki mit is? Ja, valaki írta, hogy kicsit túl talán, vagy nem is tudom, hogy fogalmazott, hogy túl egoistán szemlélem a dolgokat, vagy szárnyal az egóm, vagy
hogy nem tudom, valami furcsán fogalmazta meg, kicsit ilyen ironikusan, cirikusan, de nem tudom, egyébként én nem hiszem, hogy egoistának tűnhetek, én nem tudom, magamat nehéz kívülről szemlélni, de nem, egyáltalán nem úgy állok a helyzethez, hanem inkább úgy, hogy így tök örülök neki, hogy haladunk. Jó, ezt akkor gyorsan bevisszük a telepre. A telep szép lesz, gyerekek, nyugodjatok meg, az a baj, olyan türelmetlenek vagytok egyébként velem együtt, hogyha kész a telep, akkor vagy szépen kicsit alakítunk rá. Oj, de egyébként nekem ne a tetsz. Tényleg, ez, amikor mondom, hogy nekem tetszik, meg tök jó, meg ízé, meg így ilyeneket mondok, akkor lehet, hogy tényleg egoistának tűnhetek, nem tudom. Egyébként most így megítélni magamat. Hát remélem, hogy nem annak tűnök, de nem annak szánom, hanem tényleg inkább egy ilyen öröm. Meg amit ugye csinálunk, az szerintem nem csak én ilyen, de az semmiképpen, hanem egy közös. Ó, jó, de nézzetek, mindjárt összejönnek, more. Hallod, figyeld! Nagyon kicsi csík van középen, úgyhogy gyorsan rá is kell pörögni egy dologra. Valószínű, hogy akkor veszünk egy csirketelepet, még meg tudnám venni a csirkéket. Hú, de lassan húzzuk a csémezt. Gyerekek! Azt a betyár, hallod? Ki se látsz? Hülye vagy? Ja, igen, gyorsnak kell lennünk, gyerekek, meg kéne venni a csirketelepet. Még egyet, legyen 6, akkor ma ugyanott leszünk basszus, mint ahogy voltunk, hallod? És ha belegondolsz, azóta nem is adtunk el nagyon tojást, nem? Felépítettük ezt az egészet. Hát nagyon jó vagyunk. És nagyon, lehet, hogy ez a nagyon jó vagyunk? Nagyon jó vagyunk? Ezt mondottam, ez tűnik olyan egoistának? Nem tudom egyébként. Hát remélem, hogy nem, komolyan. Egy kicsit így parázok most ettől a dologban. De viszont, hogyha most rakom le ezt a csirketelepet, akkor vigyáznunk kell, hogy jól rakjuk le, mert különben eléggé csalén fog állni, meg hülyén fog kinézni. De azért. Én írtam valaki egyébként, hogy van ilyen mód, amivel így derékszögbe tudod mindig állítani a dolgokat, meg így be tudod lőni, mert írta a srác, hogy ő is ilyen izé derékszög, meg szimetriamániás, mint én. És ő direkt azért felrakta a módot, hogy nehogy véletlenül rosszra rakja ki. Egyébként itt is lesz egy kiárat, mert így csinálunk egy ilyen lejtős izé. Én meg akarok csinálni ilyen utakat, meg minden. Én tök bírom, hogy itt lehet építkezni, és azt szeretem, hogy ki tudom használni. Ja, ilyen utakat akarok csinálni majd ide. Na, itt ide szépen ezt betesszük. Ez a rába, amire ideérünk, köcsém, lemegy a nap. Na, ide lerakjuk, tök jó hely lesz. És előbbre járok vele, mert ezt még fogom használni, csak hogy különül jön el a többitől. Oké, okay. Egyébként kezd lemenni a nap. Akkor kellene nekem egy csirketelep, már gyerekek. Most nem kell más lennem? Most na, várjál, gondoljál. Mondjuk lehet, hogy nem veszek csirketelepet, bazzá. Mert lehet, hogy kell vennem, várjál, ízét kellene, jó, én már tudom is, hogy mit kellene vennem, gyerekek. Aha, már meg rájöttem. Úgy akarom csinálni, hogy volt még, egyébként hoztam modokat, megint beraktam egy csomót, majd lesz megint új módpak, mindig folyamatosan rakosgatom be a modokat. Hoztam egy csomó műtrágyaszórót, várjál, hol van? Van egy ilyenem, az Herkules 10000. Ami műtrágyát is szór, meg ízét, meg szerves trágyát is, meg nem is tudom, nem, permetező növényvédelem hoztam rengeteg dolgot, oda nézzetek, 28 méteres, ő nem az, van ilyen, várj, hol van? Van egy ilyen csodám, ezt néznek, milyen jó, ez nagyon jó. Úgyhogy vannak, hoztam magam morokat, de most egyelőre gyorsan csináljuk, mert szerintem lassan lehet. Egy ilyen műtrágyázót, ami van nekem, azt akartam venni még egyet. Kapacitás 950, oké. Okay. És mindjárt kicsit megvariáljuk a dolgokat. Jó, mindjárt végeznek. Jaj, de nagyon el kell izélni. Nagyon el kell találni. Várjál, hol van? Az sose fogom megtalálni. Ó, de hülye vagy, hogy összeraktál mindent, keeperet, nem találod meg. Van még egy itt. Jaj! Nem jó. Na, várjál. Gondolkozzá. Állj meg! Hol van az MTZ? És meg miért az MTZ-t keresik, gondoljátok? Itt az MTZ. Visszaállítás, oké. Okay. Mégis csak az van, hogy meg kéne találni. Nem tudom, hol van, bazza. Mindjárt odaugratok, aztán kipiszkálom a többi között. Hol vagy? Ez kellene nekem. Idébb rakom.
hogy vissza tudjam ugratni. A gyerekek nagyon ki van találva minden, hogy a keeper hogyan akarja megcsinálni. Oké, mi is visszaugrunk. Volt, oké. MTZ Configuration megy. Fölrakjuk 3 pontos csatolót előre, és akkor be tudjuk vinni mindkét eszközt. Érted? Ez lesz a poén. És 2 darab eszközzel fogunk műt rágyázni, mert nagyon-nagyon lassú amúgy. Igen, konfigurálni kéne. Közben még a segítők mennek, azt nagyon figyeljük. Csak konfigurálásnál arra nagyon figyeljük, hogy a motorbájtest, azt mindig rakjuk fel a 105 lóerőre, mert hülye. És ezt meg át kell... Igen, oké, ez megtörtént. Piros gyerekek, piros! Azok meg még úgy látom, hogy mennek. Gyorsan kellene mennem nekem 2 darab műtrágyát. Oké. Még mindig mennek, jó. Nagyon figyeljük arra, hogy azok még mozogjanak. És abban a pillanatban, amikor nem mozognak, akkor leszedjük őket a földről. Ja, arra gondolt a keeper, hogy azt csinálom. Nulla, na, most értek össze. Mindig ez töltődjön, nem lehet, hogy nem fog töltődni, hogyha eltávolodok. Aha, na valami ilyesmire gondolkodtunk. Jó, jó, ne gyere, gyere rám, gyerek, ne gyere rám. Ezt itt még el kell, meg egyenesbe le kell húznom. Ja, ugye, mert a másik oldal ott is... Jó, gyerek, ne... Ja, nem hiszlek el, komolyan mondom. Mindig rámászik a idejére. Másik kiló. 2 kiló ez itt ide összeveszik, baza. Na. Ezeket jól összeakasztottam, apám. Csak az a... Nagyon jó lenne, ha nem... Hogyha nem mászta rá. Na. Jó lesz. Ez meg menjen arra. Úgy. Jó. Tábé jó. Nem jó! De tök jó megindítod, érted? És akkor utána miért nem arra megy jól, ha? Miért nem arra? Menjünk a közepére, azt jó van. Na! Itt nem vesződni ezekkel. Mindig ezekkel melósokkal kell vesződni. Jó, ez már meg is töltötte. Fölvesszük az elejére, így akkor 2-t el tudok vinni egyszerre, érted? Akkor nem kell itt a vikordom. Mert amúgy meg olyan nyögbenyelős lenne. Nem tudom, hogy mennyi pénzem marad. Ja, még kellene egy IBC tartály is. Szituáció. Oké. Okay. Gyerekek, nagyon izai, nagyon összetetten csináljuk. Gyorsan bemegyünk hátul, le tudom húzni akkor a... az egy sort, és akkor utána megindítjuk keresztbe. Az elejénről leveszem. A T-150-ke azt hiszem pont a telepen, azt tudja vinni tovább. Utána kell, hogy a 2 nyomértem, hogy gyerekek, hogy állunk? Bazza, nagyon jól állunk, nagyon turva egyébként. Úgyhogy a jó logisztikával nagyon jól lehet haladni. Azok meg azt hiszem, hogy végeztek mind a 2, ezt meg is indítjuk. Várja, bazza, ne indítsad meg, hát most hiába még. Annyit kellene. Viszont ugye pörgethetnék időt. Pörgethetnék időt, várja. Le kéne vinni a 2 betőt, meg akkor pörgethetjük az időt. Ugye? Jó gondolja a képer. És valószínű, hogy az idő pörgetés az ilyen reggelig szerintem be fog következni. Egy 120-szor pörgetek, aztán le tudom vinni a földről az eszközöket. Meg is kéne egyébként tölteni őket. 55%-ra ment le, a másik is kb. Akkor valószínű annyira. Tehát akkor gyakorlatilag majdnem egy betővel le tudnád húzni az egészet. Ez jó egyébként ezeket az adatokat egy kicsit így megjegyezgetni. Na van itt IBC tartályom, jó van. Na ugye ott vannak a... Figyeljetek, akkor azt kell csinálni, ami már kicsit tovább is gondoltam a dolgot. Viszont műtrágyám az nagyon kevés van. Gyakorlatilag egy zsák. És azok elég kicsik azok a műtrágyázók, ugye? Na mindjárt meg fogjátok látni, hogy miben mesterkedik a keeper. Fölveszem a permetezőt ezzel, és akkor 2 gép tud permetezni, 2 gép tud... Csak az a baj, félek, hogy nem tudom abban az IBC-ben mennyi van.
De szerintem abban izé van, abban az nyilván van konkrétan, nem? Jó, menjen az idő szépen. Hát nem volt nyílem, az 1200 liter. Kell hoznom egy IBC tartályt. Nem gond, semmi gond, gyerekek. Valószínű, hogy már igen, beérett valamennyire. Ezt így mindig így kezdem, ugye? Lehúzzuk keresztbe. És nem látom, hol a vége. Körülbelül így vagyunk. Lekapcsoljuk. Kellene nekem feltétlenül 10-50k. Jó! Ez aztán ki van világítva, mint a karácsonyfa. Oké, okay. A 10-50k el fog menni. Ja, egyébként írtátok, meg írt a Fecó írta például, hogy ne adjam el ezt a kocsit, mert ez a kocsi gyakorlatilag ez maga hozzátartozik a Keepernek az ilyen ez az egész millióhoz. Jó, gyerekek, figyeljetek, azért pörgetem így az időt, bőven ráérünk, menjünk egy kicsit éjszaka, aztán addig tudom a logisztikát megoldani, amíg reggel lesz. Mert reggel egyébként szeretek dolgozni, de jól néznek ki ezek a gépek még így is. Indítsuk el? Az elejéről lepattintom, ez egy kicsit hátrébb áll. Mi volt ez a csettenés? Ja, ott van, hogy mennyi. 500-at fogyasztanak gyakorlatilag a gépek naponta. Kíváncsi vagyok, hogy mennyi lesz. Lehet, hogy a tyúkok azok így föl is fog menni max nyérre, úgyhogy akkor nem lesz abban van. Ezt elviszem jó messze. Szépen alakul, éjfél van. Ezt a gépet be kéne vinnem, és ezzel a géppel viszont ki kellene hoznom nekem a másik permetező, csak az a baj, hogy a permetszerünk meg nuku, ugye? Hú, ez a gyerekek elég kagyfasz lesz, most négy gépet megindítok itt. Hány darab munkás lehet megindítani egyébként összesen? Ezt valaki vágja? Vagy nem tudom, ezt biztos vágja valaki. Oké, a két végén kettő gép. Ezt a gépet bevisszük. Egyébként annyira számít, hogy mennyire szervezed itt a dolgokat, hogy ez őrület, hogy ugye nem csak abból áll, hogy ilyen nyers erővel megyek, aztán aratok, meg mindent csinálok, hanem így nagyon meg kell szervezned, hogy jól működjön minden. Igen, ez is nézzétek, én 50%-ra fogyok ki. Tökéletes, úgymond. Akkor kettő darab trágyázó. Gyakorlatilag el is indíthattam volna, nem? Mert igazából mehetne. Csak az a gond, hogy itt van, ugye az egyik, Meg kellene ugye, fiam, kellene nekem ICB tartály, nem IBC, mindig összekeverem, basszus, biztos hülyeséget mondok, azt jót nevettek rajtam. Az ilyen nevekkel azokkal nem vagyok, harilában áll a képer vele. Egyébként nem lesz valami jó hozam munkatojással szerintem, mivel ugye kevés is a csirke, csak 5 óval van, szóval nem fogunk ilyen horribilis nagy, ilyen félmilliókat nem fogunk megkeresni vele. Szóval arra lehet szállítani, srácok. Nem is számítok arra, azért is babba gondolkodott például a Keeper, hogy azt hiszem, hogy ez is pont üres. Jó, akkor kell mindenképp hoznom, és meg kell tölteni mind a kettőt, gyerekek, muszáj. Ide is hozom ezt a másikat, és akkor gyorsan elmegyünk a boltba, és akkor hozunk. Gyerekek, így lesz ez. Na, ugye az ifával valószínű, hogy a izét lecsatlakoztatjuk. Indítunk egyet, ezt elugrunk a boltba, ennek csak egy világítás van. Jó, srácok. Hozunk egy, hát egy kettő adagot. Ja. Hozzunk bőven, meg műtrányát is kellene hoznunk akkor már. Az is jó lenne. Na gyerünk, menjünk. Mindjárt pirkad. 5 óra van, gyerekek. Hát egy olyan 8 óráig szerintem fogok időt pörgetni. Ez tök jó volt ez a kis laza időpörgetés. Legalább egy kicsit éjszaka is dolgoztunk. Hogy állunk, gyerekek? Bazza, még az aratásba be tudok kezdeni. Nagy durva, hallod? Vagy én nekem nem jól jár az órám, vagy mi szarva? Mert gyakorlatilag mint egy 40 perc lenne az idő. Hát nehogy már elvetettünk, meg megcsinálunk mindent ennyi dolgot. Ugye az aratásban még nehéz, mert ugye még meg kell indítani a permetezést, meg mindent. Igen, jó. Figyeljetek, ide kellene.
Kellene két tartály, meg jó, hogy nem költöttünk a csirkékre. Csirkékre. Hát egy kettő tartály legyen. Legyen az olyan, legyen az olyan. Meg akkor műtrágya kéne, az meg a zsákoknál lesz. Ebből egy, szerintem egy három azért nem állt. Mondjuk ez jó túl lesz terhelve most az ifa. 7 óra 27. Meg is állítom az időt. Szerintem teljesen jók vagyunk. Pattintsuk fel a dolgokat. Valaki írta, hogy a rába is... Rába is. Autolódos. De egyébként az a baj, hogy olyan csúnya az a mod. Nem tudom, hogy ki csinálta. Tényleg nem akarom megbántani. Csak olyan olyan, mint a Simpson, hogy nagyon kevés poligonszám, azt elég bután néz ki emiatt. Tényleg bocs, hogyha te csináltad, meg vagy ismered, akit csinálta, nem, tényleg nem leszólás, meg nagyon-nagyon jó dolog, hogy van egy rába. Terautó, a ő az, az meg nem emborért. Tényleg tök jó, hogy van egy rába terautó a farmingban, csak nem tudom. Igen, így tök tud zavarni, hogyha egy ilyen mod ilyen nagyon-nagyon csúnya jelent. Most új, ez most olyan bunkó volt, nem? Nem úgy értem, na, hogy nem akarlak megbántani tényleg, vagy nem akarom megbántani a készítőt, valószínűleg nem nézi meg semmi, de akkor is, még ha nincs is itt, akkor sem szabad ilyet mondani. Úgy értem, hogyha, érted, hogyha kicsit kevés a poligonszám, nekem egyáltalán csak ennyi baj van bele. Egy ezek mindig röpködnek. Magot ugye, meg már raklaposat érdemes venni, mert azon több elfér. Ezek a tartályok, ezek rohadnálek. Ez 2000 liter, az gyakorlatilag 2 tonna, 4 tonna, 2 tartály. Hatod? Megül rendesen a verbi tőle. Na, lekötjük, lesparizzuk, azt adjunk neki. Levegyünk megtölteni. Le van lesparizva? Érdekes. Az nem volt lesparizva, én meg itt tüdejtem, berettem. Mert ugye kézzel oldottam a spanit. Gyerekek, ezt a kettő tartályt felraktam egymásra, súlypontja a Verdára, ami valahol a 3 méter magasan van. Úgyhogy ilyen nagy kanyarokat nem nagyon kéne venni. Megpróbáljuk poénból. Azért ki lehet emelni az baloldali kerekeket egy balos kanyarba. Ja, kicsit közös. Jó, egyáltalán nincs beérve. Mehetnek a dolgok. Igen. Mindjárt indítok mindent egyszerre, gyerekek, jó? Jó, belegoltassuk minden, mi? Úristen, mondod, hogy dől ez az egész. Na, gyerekek. Csapjuk neki mindjárt. Ezt is megtöltsük, azt is megtöltsük. Indítsd el! Csóválja a farkát a kirovec. Gyomírtó. Ez hány literes ez a gyomírtó? Ez valami 2000 liter, mi? 2000? 2000. Az jó. Egyébként kis cuki ez az eszköz. Ja, eléggé kicsi gépek is el tudják húzni. Jó. Nem azt akartam el összecsukni. Figyeljetek, megindítom körülbelül itt. Jó. Mindjárt ráváltok mindenre, azt minden indulhat. Jaj, ne. És ki? Oké. Indulhat ő is. Jó. Érdekes, hogy el kell indítanod neked, különben nem hajlandó a géppel csinálni. Sőt, most se hajlandó, miért nem? Na. Vazza, miért nem csinál? Nem értem. Jó. Nem csinálja, ne, talán! Az egészet erre tettem fel, hogy ide beordok mindent. Erre meg nem akarja csinálni. Na mindegy. Jó, hogy csinálj. Nem tudom, nem tudom, ez a rohadt izai, ez miért nem akarja csinálni?
Ezt nem értem, gyerekek. Na, most már elkapta, bazza, elkapta. Az ifát odaibb akarom, hogy úristen, gyerekek. Na, most ez kontrollál, érted, a négy gép össze-vissza minden olyan megy a földön. A végén olyan lesz az egész, mint a kifestették volna. Ide beállok az ifába. Ugye az ifa az gyors reagálású. Na gyerekek, most azt nagyon kell nézni itt a dolgokat. Ha gondoltam, hogy ez el fogja cseszni. Ugye ezelőtt is elcseszte ez. Nem baj, majd a Keeper ezt kiviszi teljesen. Jó. Oké, jó gyerekek, ez aztán elég durván fog menni. Rá sem merek nézni, hogy mi történnek. De szerintem jó el fognak itt lenni egymással. Teljesen tökéletesen. Ezt kiviszem teljesen szélre, és akkor megindítom fölfelé, és akkor már mindjárt nem keresztezik egymást. Csak az a gond, hogy nagyon gyorsan fogynak. Várj, ebben nem töltöttem, ugye? Jó, nem baj, semmi gond, mert ugye tudunk hozni az ifával, és kell is. És akkor mehet ő is fölfele. Ő nagysága. Na, csapjad neki testvérem, mehetsz is. Oké, köszönjük a közreműködést. Ránézek a többire, ő mit csinál. Tök jó, szuper. Mindenki csinálja a dolgát, ugye 4 darab gép. Jó. Ránézünk a térképre, hogy hogyan vannak a dolgok. Már nem ezt akartam, ezt meg ezt kikapcsolni. Aha. Gyomírtás ott megy. Oké, itt a legvégét ugye ennek is le kell majd húznom. Semmi gond nincsen vele. Az a ház mit csinál? Aha, az mit csinál? Ja, jó. Jó, a francokat, jó, azt tudom, mi történik, gyerekek. Permetez, jó. Az permetez, az meg jön ki a tóból, vagy a folyóból, hogy miért ne, allar ez végigment a folyóba, lesz a szóval, jó van. Úgy csinál, mintha nem történt volna semmi, már megy is tovább. Jó, tökéletes. 4 darab gép, gyerekek. Na, az jó, azt most egész jól sikerült elindítani. Mi van, Sanyika, mit néző? Sanyika még lesz rám, mint ez állat. Mindig elviszi a sót, mi? 40, jó, 49 van. Figyeljetek, a kombájnokat lassan hozhatom is ki. Nem igaz? Bazza, még azok hiányoznak, hogy kihozd a kombájnokat, gondoljátok. Te hülye vagy. Meg kellene néznem, hogy a vágóasztalok hogy állnak. Kondíció 67%, szerintem ez még el fogja vinni ezt. Ezt majd javítunk a következőbe. Oké. Az a lényeg, ne legyen benne semmi, szójababra fogunk menni, ugye? Bár nem tudom, mivel fogom elhordani, most azon gondolkoztam, bár ugye, bele fogunk pörgetni úgyis az időbe. És akkor ugye ki fog fogyni a Tikoktú. Jó, hát remélem, hogy sikerülni fog, oké. Mondjuk ezt vigyük messzebb. Viszont messzebb. Jó, gyerekek, azt se tudom, ki kive van, vagy mi történik itt. Hogy őszinte legyek. De csinálják ügyesen, csinálják. Majd ha valamelyik kifogy, akkor oda megyek, azt jó van. Az a baj, hogy ugye betű szerint nem nagyon mutatja, van egy E, egy D, egy H, egy F munkásom. De ott baloldalt fel nem mutatja, hogy melyik. Oké, úgy nagyjából be tudom azonosítani a gépek neve alapján, de hát máshogy nagyon nem. Ez a permetező, ez nem valami nagyon gyorsan halad. Hát hol volt ő eddig? Vagy várj, a permetezőt az honnan indítottam? A széléről. Hát az nem per... Ojjé, felfűztem magam idejére. Szalakorlás. Jó, hogy nagy a hasmagasság. Ja, ez a permetező, ez nem nagyon kapkodja a kirovec. Valószínű, ugye természetesen nagy permetezőket kell majd vennünk, aztán akkor majd megoldódik itt a problém. Meg ugye nem is olyan kicsi ez a föld. Ja, a permetező az úgy áll, ugye amikor kikapcsolod, akkor látod az mindjárt végeznek a műtrágyával. Ez a gép, ez félő. Hogy ez úgy gondolja, hogy végezett, szerintem.
vagy nem. Igen, érdekes dolgokat tudnak csinálni, ugye nem vitte teljesen végig. Ezeket érdemes majd kijavítani, valószínűleg vissza fog fordulni. Semmi probléma, miben van kevés, nagyon. Amelyikben a keeper, ugye. Tehát akkor őre ki van elég kevés. Ki kellene hozni az ifát, mert valószínűleg szükség lesz rá. Legyen rajt minden is, ami kell. Ezt az ifát is egyébként valószínű, hogy reformálni fogjuk valamilyen szinten. Bár én nekem az álmom, meg igazából szerintem a leghasznosabb dolog, mi történt? Ez megállt? Nem, jön vissza, ugye a mitrágyázóra vagyok kíváncsi. 1050k. Jó, és pont nem akadnak össze, jó, mert így elkerülgetik egymást akkor. Ja, úgy látszom, hogy egész jól haladunk. A műtrágyadás mindjárt megvan. A gyomírtás... az még eléggé... arat magára. Ugye még van ez a terület, meg van ez a terület. Azt nem tudom, hogy... jó. Arra nem igen jöttem rá, hogy az MTZ... ha, ja, jó van, oké, tudom. Mindent tudunk. Miért van olyan közel egymáshoz a kettő gyomírtós? Ezt ilyen hülyén indítottam meg őket. Az egyiket itt, meg másikat meg ott. Jó, belekeveredtem. Na! Viszont valószínű, hogy ki fog folytni 5%-omban. A T150K az meg, azt hiszem, hogy hol jön? Úristen gyerekek, itt van. De gyakorlatilag ki van fogyva. Utána megyünk, azt mindjárt töltjük is meg, amint kifogyott. Mind a kettő egyszerre fogy ki, természetes gyerekek. A másik is 7%-on van. Az ifa meg olyan lassú, mint az őrület. Na, figyeljetek, egyszerre, pont egyszerre fogy ki. Ez most fogyott ki. Az meg, ha mázim van, akkor még a fordulást meg tudja csinálni, és akkor megúsztuk azt, hogy kifogy. Jó. Jó. Az ifa. Igen, az meg pont fordul, úgyhogy megúsztuk, hogy nem egyszerre fogytak. Ó, jók vagyunk gyerekek. A gyomirtók különben jók, a izék nem jók, a műtrágyaszórók. Ja, az az álmom, azt akartam mondani, meg szerintem az lenne a jó, hogyha gyakorlatilag a telepen elég lenne megtölteni mindent, és kijönnek és végeznek, és akkor nem kéne ifa. Értitek? Na, értitek, hogy mit akartam? Hogy legyen minden a telepen, és akkor az ifát el lehet felejteni, akkor minek? Érted? Akkor nem kell utána butkozni a gépeknek. Szerintem ez lenne a legjobb megoldás erre. Kicsit hátrébb gurulunk. Aztán már olyan is. Érdekes, hogy először nem tudom miért nem akar elindulni, csak a föld közepétől. Várja, az izék azok végeztek is szerintem, meg trágyázósok. Igen, az el is fogott állni. Mivel ugye nem lesz mit trágyáznia, a J jelűvel lehúzzuk a szélét a földnek. Ezt most egyelőre itt hagyom, mert itt jó helyen van. Okay. Érdekes, hogy az A jelű is végig megy. Nem megy végig, hallod? Üresbe megy. Sőt, akkor az A jelűt át is kellene vennem az irányítást. Úgy gyerekek, azért van itt érdekesség, mi? És akkor lehúzom keresztbe. Tök jó. Az MTZ kiér, akkor elvileg végez, ki is fogja írni mindjárt most, vagy végezett, most. Ki kéne, hogy írja. Nem kell visszafordulni, hol fordul vissza, hiszen már nincsen neki. Te végeztél, barátom. Ha, stop! Jó. T-szállat fennka. Keresztbe lehúzzuk. Szuper. Szuper gyerekek, gyakorlatilag megvan minden művelet. Elég gyorsan, ugye körülbelül 10 percet megcsináltuk mind a két műveletet a Földön, ugye itt is az lenne jó, hogyha nagyobb szélességgel bíró gépek. Nem, hát az izét át kell raknom. A H, hogyha kiér, akkor
Mindjárt veszem, és akkor átrakom odébb. Jó, milyen ha? Ha nevezető volt? Ha elő volt? Ha elő volt, ugye. Meg itt még egy kicsit lejúzzuk. Az a baj, 14%-on van, de jó, mert pont itt az ifa. Nagyon összejött most a dolog, gyerekek. És a piros kirovec is ugye végez, azt is odébb lehetne rakni. Ez itt meg vagyunk ezzel. Megtöltjük az ifába, ez meg baze. Jajjaj. A hülye mit csinál? Na. Ifával megtöltjük. De megtöltjük az ifával. Töltjük meg az ifával, na. Hát ilyen messze van a rovattaroló. Megőrülsz. Na, meg kell nézni, hogy hogy van a gyomosodás. Igen, itt végig gyomos az egész. Az eljelű is végez mindjárt. Most az ifába ülök. Néha nem nagyon lehet rájönni, hogyha egybe vagy. Oké, már csak ezzel vagyunk. Mindjárt a másik jelűt is ugye átrakjuk. Ennek meg úgy látom, hogy itt a széle. Ugye? Itt látni is ott a vonal. Jó, ezt is megcsináljuk. Következő vagy a mindenképpen már csak a ide lesz vissza, aminek nagyon örülünk. Oké. Okay. Jó, csinálja, figyeld, nekem be kéne fejeznem itt ezt, azt a műveletet. Menjünk ki teljesen a végéig. És utána a pirosat átrakjuk a másik végére ennek, és akkor megvagyunk. Hát ez nem egyszerű. Ja, ide igen, nagy gépek kellene, nagy munkaszélességűek. Meg például jó lenne egy ilyen önjáró permetező, aztán akkor azzal megoldanánk. Viszont ugye a trágyázás az teljesen más, hogy fog majd zajlani. Ezt ugye nem kell elfelejtenünk, hogy ez teljesen, mivel ugye szerves trágyával, vagy pedig híg trágyával fogjuk megoldani. Jó lesz ez gyerekek, oké. Okay. Pörgül egyet a keeper itt még a vége. Jó, ránézünk a térképre. Tökéletes srácok. Őt kellene átrakni a másik végére annak. Sőt, benne még van is izé, van is gyomírtó. A teljesen a legszélére. És akkor konkrétan a babunk az perfekt minőségű lesz megint. Bevisszük a izéket, gépeket addig. A kettő. És ez elég is lesz valószínűleg ez a gyomírtó. A pérmétszer valószínűleg elég is lesz. Oké, mehetsz fölfele, reméljük nem áll meg a vége. Úgy gyerekek, az egy ködőhozni is mi? Nem csak itt a csomagba nyomni. Jó, hát ezeket meg behordom annyi dolgom van, annyi feladatom van. Oda. Ja, jó, egyébként jó, minden szuper. Egyáltalán nem bánom, hogy ez így megy. Következő részre lesz pénzünk. Meg kell nézni, hogy a tukok azok hogy árat, nem? Hogy mennyi lett a hozam. Meg igazából, hogy mennyi... Végül is... Várjál? Lehet, hogy tudnék venni egy tyúkolat, és úgyis izé lesz, már nem lesz plusz költségünk. Lehet, hogy azt kellene csinálni, hogy venni tyúkolat, vagy televenni tyúkkal, és akkor még egy plusz pörgetéskor már még egy plusz termelne, ugye? Nem lenne rossz. Jó, ezeket meg visszarakom a helyére, nem élne. Na jó, azt csináljuk, gyerekek. Igaz, hogy egy napot késtünk. Mindegyben mennyi van? Ebben 88, a másikban meg már nagyon kevés. Már 44 elég lesz. Oké, srácok, itt van még nekünk egy ilyenünk. Ezt még jó lenne bevinni. Ezt beviszem, aztán akkor tyúkol vétel, jó? Megveszik a hatodikat. De tényleg tök jó, hogy igaz, hogy egy mennyi részt buktunk? 3-4-et, mióta építkeztünk, és ugyanott tartunk konkrétan, mert ugye ugyanúgy a hatjuk volna leszünk, pedig elköltöztünk, és rengeteget buktunk rajt. Ja.
A cukor az már kezd termelni, 7, meg 10, majd meg lesz a 10, akkor meg már akkora mennyiségű pénzt tudunk termelni, hogy onnan már azért lehet majd keményen haladni. Tudom, hogy egyelőre még elég gyökbenyelős. Meg főleg most ugye nem nagyon jön a pénz, itt még van egy tótkas. Na, Sanyika, még nem jössz fel. Nem. Sanyika, menj le innen. Na, ne viccelj. Menj be oda be, alulra, gyere, ide. Nem. Ide, oda be, oda. Nézd be, jó vagy. Itt izé zaklat, hogy ide fel akar jönni az unámba. Csak félek, hogy rányom valamire aztán. Főleg a... Minek a megállítás gombjára? A felvétel megállítás gombjára, aztán úgy aranyos lenne az. Jó, ide jövünk. Mondom, ide jövünk. Aztán, de viszont ez fontos, hogy jó rakjuk le, jó? Úgyhogy ment is egyet a keeper. Mentük egyet, nagyon jó játék mentése. Egyébként nem is tudom, hány óránk van már valami. Hát fenn valahány óra van ebbe a mapba. Azért az nem olyan kevés. Most nem tudom, mit futkodok, csak itt élvezkedek, hogy cross meg minden csoda jó dolog. Viszont akkor át kell vinni. Várjál már, mennyi tojást tojtak ezek? 791 liter, az nem valami erős. 1000 liter, akkor ez 5000, meg 7, ja, olyan, hát 1000 literbe számoljuk, és 5-ször, az 5000 liter, ja, az olyan 25000 pénz. Hát ez nem, ezzel nem megyünk a bucsúba, gyerekek. Úristen, hallod? De mindenképp akkor rakjunk le egy nem tereprendezés. A tereprendezéstől már szerintem így féltek. Hogy úristen, már a keeper, ne legyen hülye, mit csinálsz? Na, tyukol téma, ez a tyukol, ez nekünk kell, ugye, fétis téma, fétis dolog. Nem ezzel forgatom? Jó, de nincs oda hülye vagy. Úgy, megint beállítjuk izére valamihez. Egyébként ez nekem jó, hogy így beállítom valamihez, azt így akkor el vagyok vele. Akkor tudom, hogy merre, hogyan. Kávé, ugye? Nem, annyira nem. Így valahogy. Hát, így se az igazi. Így talán, így. Jó. Oké. Okay. Be kéne lőni. Ide szoktam ugye az árnyékhoz. Jaj, nem van megint. Ajaj, már megint, de miért? Az lehet, hogy tudom, hogy miért. Igen, mert Bence mondta, hogy ezelőtt, hogy valószínűleg ez a akárhova rakhatok dolgot miatt pont magammal cseszek ki. És nem bazza. Nem tudom, hogy mi, nem az, hogy itt állok, vagy valami csoda, most csomó, ilyenkor nem tudok rá, hogy mi, de megpróbálok azt, hogy távolabb megyek tőle. Nem tudom, hogy miért csinálja ezt, érdekes, nem, srácok? Érdekes dolog. Csak most megint itt állítgathatom, de már kezdem unni ezt így. Egyébként pont fölülről is meg lehetne nézni, ugye, hogy kb. Szintben legyen. Mi? Miért? Miért? Ezt nem tudom megérteni, hogy miért különben. Pedig nincs bekapcsolva a hülye mód, most be van kapcsolva. Ó, te fiú, nem ért, ezt nem értem, hogy miért csinálja a gyerekek. Ezt, hogyha fejen állok, akkor se fogom megérteni. Jó, nincs semmi gond, mert pont most végeztek ezek a szarok. Á, nem hiszem-e. Na jó, hát a... nem tudom.
Nem tudom, nem tudom, egyszerűen nem tudom, hogy miért csinálja. Nagyon idegesítő, de nem jön rá a Kiefer. Gyerekek, lerakom az eszközöket. Pont végzett mind a kettő, valószínűleg. Úgyhogy a következő részben ma izé lesz. A következő részben aratás lesz, meg ugye tyúk tojás eladás, meg minden, amit el tudtok képzelni. Egy kicsit és szépen rendbe rakom az eszközöket. Ne legyen ez a nagy kocsfasz. Ez meg nem tudom, hogy egyszerűen hova indul ő. Jó, ne csinálj semmit. Köszönöm szépen. Összecsukjuk, visszük be. Oké, okay, meg vagyunk. És most kíváncsi vagyok, hogy szójából is megvárjuk ugye a maximális beérési stádiumot, hogy ez hogy fog lenni. És annyit csinálok, hogy most megint megpróbálom egyébként a lerakni azt a tyúk alatt. Egyszerűen nem jövök rá, hogy mitől csinálja. Valószínűleg, hogy az a mód, azt írta Bence, amelyik ilyen akárhova elhelyezhető tárgyak, ugye ez a bárhova rakhatok tárgyakat mód, azt csinálja, azt cseszik ki velem, de nem tudom, hogy azt cseszik ki velem. Érdekes, hogy most meg így jól működik, nem tudom, vagy így sem működik jó, hogy kikapcsolom, meg bekapcsolom, mert ugye azt be lehet kapcsolni, 8-as gombbal meg ki lehet kapcsolni. Na de akkor annyit kellene, hogy így, ilyen messziből megpróbáljuk. Hát imádkozzunk. Tüdő, talán bele rakja. Nem rakja le az. És ugye 8-as se. Nézzé, akkor se. Érdekes. Ez roppant érdekes, hogy túl messze vagyok, vagy túl közel vagy. Mit csinál, miért csinálja? Nem jövök rá, hogy miért csinálja. De elég idegesítő. Jó, hát akkor gyerekek, a következő részben azzal indítunk, akkor nem pörgetek addig időt, hogy megpróbálom, mit tudom, mentek egyet, vagy valami, és akkor lerakni ezt a tyúkolat, és megpróbálom, hogy ideállok ilyen nagyon közel. Akkor sem, vagy mit tudom én, hogy miért, mondjuk ideállok így. Mi volt ez? Mi a bérköltsége? 900-ba kerül a gyerekek az, hogy itt ledolgoztattam a srácokkal a dolgot. Na már, még egy utolsó próba aztán, hogyha nem, akkor nem erőködik bele a Keeper. Ja, egyébként egy mentést azt nem el tudnék viselni, mert ugye közben végeztünk a munkákkal. Állatólag. Jön tyúkol. Forgassa a Keeper. Egyébként most be van kapcsolva, hogy akárhova rakhatok tárgyat. Igen, és nem is jó. Próbáljuk meg úgy, hogy... Legyen 8, és kikapcsolom. Ilyenkor újra belelépek ide. Nem... Egyszerre jól lenne rájönni, és akkor utána ugye nem lenne ilyen probléma. Most elvileg ki van kapcsolva, hogy akár hol rakhatok tárgyat. Ugye piros. Nincs egyenes. És nem. Jó, mentek egyet azt a újra vissza, mert ez igazából ez nem nagyon akar működni. Na, vagyis mentettem is már. Köszönöm szépen a figyelmet. Jók legyetek, srácok. Következő részben várnak benneteket. Egyszerűen csinálok, hogy kilépek, melejépek, aztán valami csak történik. Vagy lehet, hogy kikapcsolom azt a modot. Köszi szépen, jók legyetek, sziasztok!